Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm azokat, akik itt vannak most személyesen Budapesten az irodában, a világ minden részéről, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Bartatusek Nébolya vagyok. Én Bartatusek János vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik tízes szintű igazgatóházas párja. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nem több függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPH tanuló szervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk lassan 28 éve. Igen, és van egy 16 éves lányunk. Én kereskedelemben dolgoztam, mármint ahogy a párom mondta, a PPA tanulói csapat szervezése fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 37 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra tanításaira, ami a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével négy különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Amit a jövővel kapcsolatban tanít, azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós egy olyan sikeres ember, aki tevékeny módon szereti az embertársait, emberbarát, emberszerető. Olyan személy, aki önzetlenül szívesen segít másokon, és nem csak a vagyonát, hanem tudását és lehetőségeit is másokkal megoszta. 1984 óta Budapesten élt családjával, feleségével, Szedlacsik Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Mesterünk Szedlacsik Miklós kapott egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességet, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse olyan módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjon át, amely által az emberek képesekké válnak a szeretett korban, az aranykorba bejutni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kapott egyedülálló különleges képességeket. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Neki van a legrészesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035 létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy olyan tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, 13-as szinti igazgató, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? És azzal, ami felé halad a világ? Mi lesz a jövőnke? Nem sok jó. Tehát nem olyan rég voltam egy meghíváson, egy ópuszta szerem, és ugye ott a MOGY Magyarok Országos Gyűlése volt, és akkor ott mindenféle előadó
tartott előadást, és többel sikerült beszélnem, több előadóval, és akkor mondták, hogy ugye össze kellene fogni. Hát mondom, az összefogás az kevés, hanem együtt kellene működni. Tehát ugye az embereknek meg kellene tanulni, szeretetben, békében, boldogságban együtt működni egymással. És ugye nálunk ezt gyakoroljuk itt a PPH-nál, hogy lehet csapatot létrehozni, tanulói csoportot létrehozni, amely ugye a nagy tanulói csoport részeként működik, de minden tanulónak lehet saját tanulói csoportja. És amikor a csoportunkban lévő emberekkel együttműködünk, na akkor érzi az ember magát jól. És az mit jelent, hogy jól? Tehát, hogy nem úgy, mint általában szokott lenni, hanem annál sokkal jobban. Tehát, ha az ember jól akarja érezni magát az életben, akkor meg kellene tanulni együttműködni az emberekkel. Hiszen az ember egy társas lény. És valahogy, mintha a világunk afelé menne, hogy azt próbálják elérni az embereknél, hogy ne társas lényként működjön. Hanem pont az ellenkezőjeként. Úgy működjön, mintha nem lenne társas lény. Tehát mindnyájunk genetikailag hoztuk a társas együttműködést. Mindenki úgy született. Ehhez képest a gyerekeket már szocializálni akarják. Úgy, hogy két vadidegen kisgyerek találkozik egymással, és pár perc után már kommunikálnak, játszanak egymással, érted? Két felnőtt, ha találkozik egymással, akkor nyoma nincsenek. Tehát akkor nem úgy kommunikálnának egymással, még egymásra sem nagyon néznek. Na most ez a szocializálódás eredménye. Gondoljátok végig. Tehát úgy szocializálják az embereket, hogy közben nem szocializálás van, hanem az, hogy arra tanítják őket, hogy ne társas lényként működjenek. Tehát ugye a legkisebb társas együttműködés, a legkisebb közösségi forma az a család. És már a családba is szépen elérték, az ego révén természetesen, hogy minél magasabb legyen az emberek egója. Ugye mit jelent az ego? Azt jelenti, hogy én. Abban nincs benne az együttműködés. Abban nincs benne a te. Az ego azt jelenti, hogy én. Tehát elérték, hogy tudták ezt elérni. Nagyon egyszerű. Onnan, hogy óvoda, odáig, hogy elvégezted az összes iskoládat, semmi másról nem szól, csak a versenyről. A verseny az pedig az ént erősíti. Semmi mást, az együttműködést nem erősíti. Gondold végig. Végig az óvodától, a szereplése, az én, az ego van növelve. Végig. Nem együttműködésre nevelik a gyerekeket, nem. Versenyre nevelik. Oké? Az azt jelenti, hogy ő legyen a jó. Többi az le van fütyülve. Egy ilyen világban élünk. És ez az egész nyugati világra jellemző. Az egész nyugati világra. Egy olyan világ,
ahol ennek a felturbózott egónak köszönhetően az emberek képtelenek az együttműködésre. Mert az együttműködésnél legalább olyan fontos a te, mint az én. És lehet látni a társadalmi működésben, hogy nem azok, akik 40-50 éve házasok, nem azok szoktak elválni, hanem akik pár éve, egy-két évtizede házasok, és azoknak a 70%-a elválik. 70%-a. Miért? Mert képtelen az együttműködésre. Érted? Mi magyarok csak nem 7000 éven keresztül, mondjuk azt, hogy 6000 éven keresztül tökéletesen együttműködtünk. Igaz, hogy nem magyaroknak hívtak előtte minket, hanem hunoknak, de ez egy dolog. Neveztek minket szkítáknak is, stb. Szóval, 6000 évig együtt működtünk. Nem is működhetett volna másként az élet. És jött ez a drága római kereszténység, és az együttműködésnek annyi lett. Szó szerint. Azt mondták, hogy előtte, tehát azt mondták, hogy előtte, mi pogányok voltunk. Az anyátok volt pogány az, aki ezt kitalálta. Tudod, mi voltunk mi? Bizánci keresztények. Tehát István előtt bizánci keresztények voltak a magyarok. István is vajk bizánci keresztény volt. Koppány is bizánci keresztény volt. Oké? És a drága vajkunkat kilóra megvették. Oké? A nyugat. Egyébként miért akart volna bizánci keresztényből római keresztényé válni? Mert megvették kilóra. És a magyarok ellen idegeneket hívott be segítségül. És ezt ünnepeltük a napokban. Egy hazaárulót ünnepeltünk. Oké? Aki eladta az országát, eladta a népét idegeneknek. Oké? Egy hazaáruló. Azt hazudják, hogy ő megalapította az országot. Mit? Akkor mondom, jó? A magyarok Attilát királyuknak tekintették. Királynak, tehát nem fejedelemnek, nem, mit tudom én, törzsfőnek tekintették. Királynak. Jézust királynak tekintették. Oké? És akkor nézzünk egy történelmi dolgot. Ugye azt mondták Jézusra, hogy zsidó volt. Sehol, semmilyen leírásba, bármiben nem találkozol olyannal, hogy Mária az édesanyja zsidó lett volna. Azt mondták, hogy szeplőtelen fogantatással fogant, tehát egy földön kívüli Isten volt az apja. És akkor egy földön kívüli Isten az zsidó? Mióta? Egy Isten mióta zsidó? Oké. A nevelő apja azt mondják, hogy egy asztalos volt. Hogy lehetett a nevelő apja egy asztalos, egy hercegnek, ugyanis Jézus egy herceg volt. És hol láttál te olyat,
hogy egy herceget keresztre feszítenek. Hol? Ha elmész Indiába, megtalálod Jézus sírját. Hoppá! Indiába. Ugyanis Jézust Indiába tanították. Mikor elment a Szentföldre? Indiába tanították. Érted? És oda ment vissza meghalni. És a Jézusnak ott van sírja, Indiába. Föl lehet lelni. És már milyen Sámuel? Abba Sámuel találta meg Indiába. Oké? De nem kell megtalálni, mert le van írva a Védákban, hogy ott van. Oké? Egy, kettő, másik, hogy gondozzák. És Jézus írja. Miről beszélt? Drága kereszténység. Hazug kereszténység, inkább úgy mondanám. Oké? Ami azt jelenti, hogy mit köszönhetünk neki? István árulásával köszönhetjük az 1000 éves átkot. A drága állam alapító Istvánunknak köszönhetünk 1000 éves átkot. Ilyen marhát ünneplünk. Oké? Régen nem István ünnepe volt az, hanem a kenyér ünnepe. És még a szocializmusban kenyér ünnepként ünnepelték. Oké? Akkor szelték meg az első kenyeret. Az új kenyeret. Augusztus 20-án. Ez a kenyér ünnep volt. Mi köze az állami alapítóhoz? A kenyér ünnepének? Semmi. Oké? De milyen állam alapító? Tehát megnézték Attila, tehát még egyszer Jézus, herceg volt és pártus király. Nem egy fránya asztalosnak akárki, érted? Nevehetje. Hanem egy herceg volt és utána pártus király. Magyarok királynak hívták, illetve a hunok. Mert akkor még magyar népről nem volt szó. Krisztus után 170-ben lett magyar nép. Oké, addig nem volt magyar nép. A magyar az egy vallás volt. Méghozzá az egyisten hitű embereket hívták magyarnak. Ugyanúgy, mint a zsidók sem nép. A magyarok sem nép, a zsidó sem nép. Vallás. Oké? Csak utána ránk fogták, hogy mi népek vagyunk. Mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy király vérvonal, és nem keresztre feszítéssel halt meg, és utódokat nemzett, és Attila az ő vérvonala. Oké? Királyi vérvonal. És Attilának a királyi vérvonala Árpád és az Árpádház. Miről beszélünk? Ennek utána lehet nézni. Ez így van. Oké? Csak a magyarok erről nem tudnak semmit. Vagy szinte semmit. Oké? Tehát régen hogy lehetett valaki király? Hogy lehetett valaki uralkodó? Hát ment utódról utódra. Utód. Magyarok királya volt Jézus, mint pártus király, utána, mint utód Attila, oké? És utána, mint
Attila utódja Árpád. Nem tudom, láttátok-e tévén, vagy videón, már YouTube-on, augusztus 20-ai tűzijátékot. Egy órával később volt. Érdemes megnézni. Tudod miért? A szöveg miatt. A háttér miatt. Ugyanis képzeljétek el, ugye ez egy állami ünnepség volt. És az állami ünnepségen, na vajon kikről beszéltek a legtöbbet? Nem Istvánról, arról beszéltek a legkevesebbet. Attiláról, Nimródról. Oké? Ugyanis végig volt alatta egy amit az ott lévők is hallottak, kihangosítva, a tűzijátékban résztvevő, végig volt egy szöveg. Érdemes megnézni. Tehát Attiláról sokkal több szó volt, mint Istváról. És nem volt honfoglalás. Hazatérés volt. Hoppá! Nem volt honfoglalás. Az állami ünnepségen hazatérésről beszéltek a honfoglalás helyett. Végre kezd valahogy a valós történelmünk visszajönni. Oké? Végre. Tudjátok, mióta van honfoglalás? Azóta, mióta a Habsburg drága császárunk, mert az nem volt, én nem tekintem királyunknak, egyik Habsburgot sem, az egyik császárunk, Habsburg császár, azt mondta, hogy jó, Kazincinak, hogy nyelvújítás. És azt mondta, Festi, micsoda? Nem, Festi, hogy hívták? Árpád? Festi Árpád. Azt mondta Festi Árpádnak, hogy fessen. Fessen meg a honfoglalást. Miért kellett a nyelvújítás? Azért, hogy a magyarok nyelvét, ősi nyelvét minél jobban megtépázzák. És azt mondták Kazincinak, hogyha nem csinálja meg, megölik. Oké? Na most, nézzük tovább. Valószínűleg Festinek is megmondták, hogy csináljon egy, tehát már akkor kitalálták, akkor találták ki, amikor a magyaroknak el akarták venni a történelmét, akkor találták ki a honfoglalást. És a Festinek kiadták utasításba, hogy fessék meg, mert nem egyedül festette, fessék meg a honfoglalást, a hazugságot, ami nem lebecsülendő maga az alkotás, csak hogy világos legyen. Mert az egy gyönyörű, szép alkotás. És mestermunka. Tehát nem lebecsülendő. De neki, ugyanúgy, mint Kazincinak a nyelvújítást, meg kellett csinálni a hamis történelmet. Oké? Csak hogy tiszta és világos legyen. És ez a két dolog egy időben volt úgy viszonylag. Oké? Tehát nekünk az 1800-as évekig nem volt honfoglalásunk. Tudtátok? Nem volt. De még hazatérésünk se volt. Mert mi itthon voltunk. Oké? Tehát annak nem kell hazatérni, aki itthon van. Tehát mi itt vagyunk a Kárpát-medencébe,
7000 éve. 7000 éve. Oké? Szóval egy olyan fajta dolgot hozott létre drága István királyunk, ahol az együttműködést szépen, tehát hogy lehet tönkre tenni egy népet, ha megszüntetik az együttműködést. Oké? Nem az összefogást, az együttműködést. Mondok példát, jó? ezernégyszázötvenhat. Ugye akkor, vagy nem, 1526. 1526. Mi volt az? Mohácsi vész. Így van, 1526 Mohácsi vész. Miért tudták? Tehát miért kaptunk ki? Mert az erdélyi sereg nem ért oda. Ha jól emlékszem, Szapolyait elérték, hogy ne éljen oda. Tehát a szapolyai seregének együttműködése hiányzott a királyi seregből. És ezáltal elvertek minket. Ha odaér a szapolyai sereg, akkor győzünk. Simán. Oké? Ezért volt biztos Lajos király a győzelemre. Ezért nem félt a törököktől. Mert azt gondolta, hogy a teljes sereggel tud a törökökkel szembeszállni. Ez nem túlzott önbizalom volt, hanem ez egy reális nézőpont volt akkor. És mivel a sereg egy jó része nem ért oda, nem volt meg az együttműködés. Miért nem ért oda? Hát mert felkínálták Szapolyainak azt a törökök, hogy hát majd ő lesz akkor a Erdélynek az uralkodója. Oké? Jó, szóval lényeg az, hogy hiányzott az együttműködés. Összefogás volt, csak nem volt együttműködés. Cseszheti az ember az összefogást együttműködés nélkül. Nézd meg, a párok is összefognak, csak nem működnek együtt, és utána szétmennek. Ha nem, még meg is fogadják az összefogást. Nem? Hát ott van benne, megfogadják az összefogást, mind a kettőben ott van a fog. Nem összefogást kellene megfogadni, hanem együttműködést kellene megfogadni. Értitek? Tehát, és akkor ez nem csak Magyarországra vonatkozik most már ez a dolog, most már egész Európára vonatkozik. Tehát ami azt jelenti, hogy nem a marhasságban, meg a hülyeségben kellene összefogni, hogy támogassuk egy veszett háborút. Érted? Egy olyan, illetve vesztett, nem veszett, vesztett háborút, amiről az első pillanatban lehetett tudni, hogy az ukránok el fogják veszíteni. Ezt az volt a hülye, aki nem tudta. Oké? Első pillanata, az első puska lövéstől lehetett tudni azt, hogy az ukránok ezt a háborút el fogják veszíteni. Oké? És mi úgy akarunk összefogni, érted itt, Európában, EU, hogy egy vesztes háborút
akarunk finanszírozni. Ami azt jelenti, hogy egy vesztes háborút tudod, hogy lehet finanszírozni? Mint mikor a kútba öntöd a pénzt. Hogy gyakorlatilag semmi értelme. Semmi. Semmi értelme. És még annyira sincs értelme, most gondold végig, kiadták a nagy támogatásokat. Milliárd eurókat Ukrajnára. Abban a reményben, hogyha majd fel kell újítani, akkor majd ott lesz az EU. Érted? Fel kell újítani. Na most a háború következményében szeretném mondani azt, hogy minél tovább húzódik a háború, annál nagyobb területet foglalnak el az oroszok. És az oroszok nem akarják majd, hogy az EU ott felújítson. Oké? Okay? Természetesen. Sőt, azt se akarják majd az oroszok, hogy Amerika ott felújítson. Tehát magyarul az összes támogatás az ilyen kútba dobott pénz. Aminek az ég adta a világon semmi értelme, haszna nincs, annyi van most, hogy nagyon ravaszok az amerikaiak. Azt csinálják, hogy az EU vegyen föl kölcsönt az USA-tól, azt adják oda Ukrajnának, és Ukrajna pedig azon kell, hogy vásároljon Amerikától fegyvert. Tehát, amit kölcsön veszünk az amerikaiaktól, az egy az egybe visszamegy hozzájuk, és a kölcsönt vissza kell fizetni. Mára sok eszük van, nem? Az amerikaiaknak. Okosak. És erre mi tapsolunk. És vajon, ha mondjuk egy ország vesz föl a hitelt, akkor azt kifizeti vissza? A nép. Ha az EU-ban az EU vesz föl hitelt, akkor kik fizetik vissza? A népek. A népek, nem? A népek fizetik vissza. És ebben ezek a hülye vezetők, ezek bele tapsolnak, érted? Hát hihetetlen. De én ezt megértem, hogy megcsinálják. Nyilván azáltal, hogy megcsinálják, biztos, hogy gyarapodik az ő bankszámlájuk is. Ez biztos. Na most, gondold végig, hát de mégis a népek ezt hagyják. Nem gondolják végig. Tehát itt van ez a rengeteg nép az EU-ban, és hagyjuk népként. Az emberek nem gyűjtenek szerte Európában aláírásokat avval kapcsolatban, hogy ne adjunk Ukrajnának egy vasat se. Látsz ilyeneket? Tehát nem kell tüntetni, ha nem megyünk semmire. Kellene aláírásokat gyűjteni. A népeknek, itt, az EU-ban. Hogy egy vassal se támogassuk Ukrajnát. Hát ma lassan nem lesz ukrán lakó úgyse. Hát mert lassan ugye kivándorolnak az ukránok. Na, lakosság nagyobbik fele már nem lakik ott. Szóval, érdekes világot élünk, csak hogy tiszta és világos legyen. És ugye tudjuk, hogy Amerikának nagyon kell a pénz. Mert egyre több ország
nem dollárban akar elszámolni és kereskedni. És ha nagyon nagy országok már nem dollárba kereskednek, akkor azzal nem tudnak olyat csinálni, mint Irakkal csináltak, hogy Irak nem dollárba akart kereskedni, aztán elindítottak ellenük egy háborút, mert euróban akart kereskedni egyébként Irak. És elindítottak ellene egy háborút. De a kínaiak ellen, oroszok ellen nem fognak elindítani háborút. Oké? Mert abból világháború lenne. Tehát atomhatalom ellen nem lehet indítani háborút. Szóval, Amerikának nagyon kell a pénz. Az azt jelenti, hogy gondoljátok végig, náluk nem éves költségvetés van, negyedéves. Tényleg. Az azt jelenti, hogy negyedéves költségvetés van, akkor csinálják ezt az országok, ha anyagilag nagyon nagy bajban vannak. Tehát a világ legeladósodottabb országa, sőt, egyfőre esően is a legeladósodottabb országa, az Amerikai Egyesült Államok. Tehát mind egyfőre esően is, meg globálisan is. Jó? Tehát hiába vannak mondjuk a kínaiak sokkal, de sokkal, tudom én, hatszor annyian, vagy az indiaiak hatszor annyian, érted? Mégis kisebb az adósságállomány. Tehát a világ legeladósodottabb országa az az Amerikai Egyesült Államok. Ezért neki brutálisan kell a lóvé. És ez egy baromi nagy bevétel, hogy az EU fölvesz tőlük hitelt, majd visszafizeti, oké? Okay. És azon fegyvert vesznek az ukránok. Tőlük, természetesen az amerikaiaktól. Gondoljátok végig, ez egy bazi nagy húzás az amerikaiaktól. Szóval, érdekes világban élünk. Tehát itt tök mindegy, hogy milyen a világunk körülöttünk. Itt egy dologról szól a történet. Te mennyire vagy tudatlan? Erről szól a történet. Mennyire tudna megetetni a hülyeségükkel. És minél több hülyeséget bevesz egy ember, annál hülyébb lesz. Gondold végig. Mert olyanokká válunk, amilyet megeszünk. És ha a hülyeséget megesszük, akkor hülyékké válunk. Ez van. És ha megnézed, hát ez annyira látszik itt az elmúlt 5 évben, annyira látszik, hogy az embereket hogy meg lehet hűíteni. Hát mert hülyeséget beveszik, és hülyévé válnak. És elhisznek mindent, amit a média ír. Megmond. Minden. Tehát gondold végig, elindult ez a háború, és az EU lakosságának a nagy része elhitte azt, hogy ebből Ukrajna győztesen kerülhet ki. A világ egyik legerősebb hadseregével szemben. Érted? Hogy? Tehát már akkor a szakértők megmondták, hogy egy atomhatalommal szemben nem lehet győzni. Nem lehet. Szóval,
Itt arról szól a történet, nem mondom, nem arról szól, hogy mi van a világban. Az lényegtelen. Az is, hogy mi volt a múltban, az is lényegtelen. Az, még az is lényegtelen, hogy milyen múltunk volt. Még az is lényegtelen, hogy mit csinált István. Érted? Ez mind lényegtelen. Az a lényeges, hogy téged mennyire tudnak elhűíteni. Érted? Ez a lényeg. A többi nem számít. Még az se számít, hogy rajtad kívül mást hogyan hűítenek el. Az számít, hogy téged hogyan tudnak elhűíteni. Világos ez? És neked ennek kellene a legfontosabbnak lenni, hogy ne hagyd, hogy elhűítsenek. Érted? Ami azt jelenti, hogy mit csinálnak manapság az emberek. Nézegetik az internetet. Éppen jött valaki, aki itt is ül, és mondja, hogy olyat látott az egyik tömegközlekedési eszközön, képzeljétek el, hogy mindenki nézte a telefonját, egy ember meg könyvet olvasott. És ez tök meglepő volt, hogy egy tömegközlekedési eszközön nem a telefont nyomkodja valaki, hanem könyvet olvas. Érted? Ezt most azért mondom, mert az emberek azok használják az internetet. Az internetet meg használják azok az emberek, akik ugye az interneten keresztül akarják manipulálni az embereket. Nyilvánvalóan a saját érdekeik, ahogy kívánja, arra akarják manipulálni. Elérték, hogy az emberek nagy része, vagy jó része, inkább úgy mondanám, internet használó legyen. És gondoljátok végig. Könyvolvasás. Hol olvastak annyi könyvet, ugyanazt a könyvet? Hol egyszerre? Hol olvasták annyian múltban, mint most mondjuk egy hírt? Tehát mondjuk egy hét alatt fölraknak egy hírt, és egy hét alatt, mit tudom én, megnézik, ha mondjuk angol nyelven van, akár millió. Hol volt a világban olyan, hogy egy könyvet egy hét alatt mondjuk milliók olvassák? Tehát ami azt jelenti, hogy most az internet segítségével sokkal nagyobb befolyást tudnak az emberekre csinálni, mint bármikor a történelem során, bármivel. Akár az összes eszközt figyelembe véve, egyszerre sem tudtak akkora hatást kelteni, mint most az internettel. Ugye sokan már interneten nézik a tévét is. Interneten hallgatják a rádiót is. Tehát ezt is vegyük figyelembe. Na most. Ezáltal, ugye mivel nagyobb a hatás, mint valaha, hát nagyobb a befolyás. Tehát a történelem során az utóbbi időkben lettek olyanok, hogy választások előtt valakit találtak, létrehozott egy pártot, és másfél éven belül történt ez az esemény, és megnyerte a választást.
Érted? Görögországban volt egy konkrét ilyen példa. De nem csak Görögországban van már ilyen, hanem több helyen volt a világban. Az internetnek köszönhetően, természetesen. Na most, gondoljátok végig, régen, ha valaki, mondjuk pártvezető, majd államvezető, államelnök, vagy valami hasonló, vagy miniszterelnök akart lenni, akkor neki hosszú évtizedes pályafutása volt, mire oda jutott. Érted? Sőt, több évtizedes. Most tudják azt csinálni, hogy másfél év alatt a semmiből, itt tudom én, miniszterelnök lesz, vagy államelnök. Érted? A semmiből. Semmiből. Na most. Az, hogy fog tudni irányítani egy országot? Érted? Hát ami azt jelenti, hogy erre nagyon jó példa az ukrán elnök, Zelenszky. Ő ugyanez, tehát nem csak Görögországban volt ez, Zelenszkijjel is ugyanezt csinálták. Gyakorlatilag a semmiből egy színészből lett elnök. Hát gondold végig, egy ilyen ember még arra is tanácsot kap, hogyha pisilnie kell, érted? Hogy hova menjen pisilni. Meg mikor. Tehát ő tanács nélkül azt tudja csinálni, hogy hülyeségeket beszél az embereknek, érted? Mert ugye az emberek előtt kiáll, és beszél emberekhez, és ha éppen nem olvassa azt, amit felírtak neki, vagy összeírtak neki, akkor azt se tudja, mit mond, és olyan hülyeségeket beszél, hogy az emberek hangja, haja égnek áll, érted? Tehát egy ilyen világban élünk. Tehát, hogyha az ember jót akar magának, akkor van egy pár dolog, amit meg kellene csinálni. Hát először is minden hírt, ami a médiából jön, azt nagyon feltételesen kellene kezelni. Minden. Tehát valahogy úgy, ahogy régen mondták, hogy ha hiszem, ha látom. Körülbelül így. Ez egy régi jó mondás. Azután az embernek együtt kellene működni. Együttműködés meg csak valami, illetve meg kellene tanulni együttműködni. De együttműködni csak valamilyen közösségbe lehet. Tehát itt Magyarországon drága Istvánunk elérte, hogy 6000 éves együttműködés után ne legyen együttműködés. Hogy tudta ezt elérni? Nagyon egyszerű. Volt ugye a királyi vérvonal, és a következő uralkodó az koppány lett volna. Nem Vajk. És az azt jelenti, hogy az ország természetesen Koppányt fogadta el uralkodónak. Ez természetes volt. De Vajk magához akarta ragadni a hatalmat, és ezért nyilván próbált gyűjteni maga köré embereket, magyarokat, ezzel már megosztotta a társadalom egy kis részét, nyilván.
De ahhoz, hogy győzzön is, kellett idegenek seregeket behívni segítségül. És leverni azokat az embereket, akik a jogot képviselték. Érted? És azokat támogatták az idegen seregek, akik a jogtalanságot képviselték. Ezzel gyakorlatilag az ország két részre szakadt, egy erőszak is volt, ami azt jelenti, aki nem fogadta el, ugye, hogy a István a király, akkor azt lekaszabolták. Egy, aki nem fogadta el, hogy térjen át a római kereszténységre, akkor ugye a tűzzel, vassal térítés azt jelenti, hogy akkor kiirtották. Sok esetben még a családját is. Na most, de gondold végig, ez nem okoz megosztást emberek között? Hát még a családokban is látni lehetett, hogy megosztást okoz, hogyha régebben, hogyha az egyik mondjuk római keresztény, a másik meg mondjuk, tudom én mondjuk, református, igen, azt akartam mondani, csak nem jutott eszembe. Református. Érted? Például a nejem egy olyan faluból jött, hogy a falu egyik részében van a római katolikus temető, a másik részében, a teljesen másik rész, pedig a református temető. Tehát még egy temetőbe sem temetkeztek. Érted? Gondold végig. Na most, hát ez milyen együttműködés, hogy még a halottak sem működhetnek együtt? Gondold végig. Nehogy már abban a temetőben temessük a halottat, amiben nem a mi vallásunk. Milyen együttműködés az? És ez innen indul, innen indult az egész. Sok-sok ezer éve úgy próbálják az együttműködést megszüntetni, hogy kikényszerítették a különböző nyelveket. Tehát mondom, kikényszerítették. Azok az emberek kényszerítették ki. Illetve nem csak emberek, mert akkor még jöttek-mentek az entitások. Ebbe ellenlábas istenek is közrejátszottak, nem éppen pozitív istenek. Hogy osszuk meg a nyelvet? Régen ugye tudod, hogy az egész bolygón egy nyelv volt. Egy ősi nyelv. És azt az ősi nyelvet, azt szépen elkezdték megváltoztatni a szavakat. Ezzel elkezdték megosztani a nyelv révén az embereket, hiszen ha más nyelven beszél valaki, nem tud megérteni őt. Meg ő se tud megérteni téged. Mutogatással nem biztos, hogy meg fog érteni, vagy te meg fogod érteni. Utána jöttek a vallások. Azért találták ki, hogy még jobban megosszák az együtt embereket. Hogy ne legyen együttműködés. Nem összefogás, együttműködés. Tehát most gondold végig, csinálni kell valamit az életed. Tehát meg kell valamit csinálnotok, és vagytok ketten. És azzal, hogy megfogjátok egymás kezét, és összefogtatok, azzal az meg fog valósulni. Az édes kevés, nem? Hát fogjunk össze, és megfogod a másik kezét. Azzal az meg fog, létre fog jönni. Meg fogjátok csinálni azt, hogy megfogod a másik kezét. Meg ő is a tiéd. Dehogy is. Együtt kell működni ahhoz, hogy az meg legyen csinálva. Világos voltam? Jó? Tehát, ugye
elérték a vallások révén azt a megosztást, amit megéltek még 100 évvel az emberek ezelőtt, még 50 évvel is. Megélték. Elérték. Oké? A vallás az az összefogást, illetve, az, bocsánat, az együttműködést azt még inkább megszüntette. Tehát először a nyelv, utána az együttműködés. Nem az együttműködés, utána a vallás. Na, a vallás után mi lett? Politika. Hány családban láttad már, hogy az egyik ilyen politikai nézetű, a másik olyan politikai nézetű, és ott vitatkoznak a saját nézetükön, érted? És akár képesek is arra, hogy amiatt elváljanak, mert teljesen más a politikai nézetük. Vagy most milyen világot élünk, mi mit élünk meg? Mi PPH-sok, nyílt akadémiások. Az, hogy az egyik tanulni akar, a másiknak meg eszébe nem jut, sőt, azt gondolja, hogy a tanulás, az emberek fejlesztése, az agymosás. Agymosás a te jó édes anyád, az. Az az agymosott. Jó? Szóval, az emberek fejlesztése, az emberek tanulása, az létszükséglete, barom. Oké? Tehát, ami azt jelenti, hogy az embereknek annyira fontos, tehát a szellemi táplálék, mint a testi táplálék, te hülye buta. Nem tudok más mondani. Világos voltam? Tehát azt gondolja az ember, hát ott van benne a nyelvünkben, hogy szellemi táplálék. Mi a szellemi táplálék? Hát a tudás. Nincs más szellemi táplálék, csak a tudás. De ezt, mintha a te fogalomkörödből kivették volna. Nyilván nem azokról beszélek, akik tanulnak, fejlesztik magukat, hanem az ostobákra. És emiatt, hogy ennyi ostoba ember van itt az EU-ba, ezért tartunk itt, ahol tartunk. Mert mind elfelejtette, hogy kell olyan, hogy szellemi táplálék. De a hűítés az nem szellemi táplálék. Szellemi táplálék azok a dolgok, amit ezeken a területeken tudsz tanulni. Ez a szellemi táplálék. Hogy képes legyél jól bánni önmagaddal, jól bánni a pároddal, jól bánni a szüleiddel, a gyerekeiddel, másokkal, a munkáddal, ez mindet jól bánj, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal, az Isteneddel, hogy mind jól bánj. És akkor még erre tudom, hogy azt gondolod, hogy én most így beszélek, ezért most leértékellek téged. Ez nem leértékelés, ez tényekről számolok be. Oké? Sajnos ezen, a bolygó ezen részén, ahol élünk, az emberek azt gondolják, hogy az emberek jó része azt gondolja, hogy nem kell szellemi táplálék. A szellemi táplálék számukra a hűítés. Tehát most gondold végig, te tudsz magyarul, mert hallgatsz engem. Bár most már hallgatnak olyanok is, akik nem csak magyarul, és nem is tudnak magyarul. Te tudsz magyarul. És akkor most kikéred magadnak azokat, amiket én mondtam. Melyik a jobb a neked?
Ha azt hiszed, amit tanítottak neked történelemből, vagy tanítottak a médiából mindenféle baromságot, vagy azt hiszed, ha nem is tudod, én tudom. Ha azt hiszed, hogy Jézus királyunk volt, Attila leszármazottja, Árpád Attila leszármazottja, vagy azt hiszed, amit tanítottak, melyik a jobb? Érted? Nekem vannak olyan képességeim, hogyha én kapok egy információt, tök mindegy, hogy honnan, embertől vagy nem, rá tudok kérdezni, hogy az igaz vagy nem igaz a teremtőmtől. Oké? És ez egy olyan információ, amire azt mondták, hogy ez így volt. Világos ez? Te meg azt hiszel, amit akarsz. De gondold végig, az ember úgy működik, hogy azt kellene hinnie, ami neki jó, nem ami másnak jó. Oké? Úgy kellene élni az életedet, hogy mindig azt kell hinned, ami neked jó, és nem ami másnak. Oké? Ebbe belefér természetesen teljes egészében az, hogy neked is jó. Oké? Szóval, a jó világ egy embernél ott kezdődik, hogy szellemi táplálékkal is megtölti saját magát, nem csak anyagi táplálékkal. Oké? És ha az ember szellemi táplálékkal elkezdi magát megtölteni, akkor az élete elkezd sokkal jobban válni. De sokan azt gondolják, hogy az egy jó élet, hogyha kevés a rossz az életében. Az nem, nem az a jó élet. Te tévedésbe éltek. Oké? Tehát, azt tudod milyen élet? Az mondjuk, hogy az nem egy jó élet, az egy közepes élet. Mondhatjuk azt, hogy minimum normál élet lenne, hogy minél kevesebb legyen a rossz az ember életében, nem? De az még nem egy jó élet. A jó élet, tudod mi? Amikor az ember sok örömöt tud átélni. Érted? És tudod, mivel lehet a legtöbb örömet átélni? Mikor örömet tudsz okozni másoknak. Érted? És ahhoz, hogy örömet okoz másoknak, ahhoz nem kellene velük együttműködni. Azzal, hogy összefogsz, megfogod a másiknak a kezét, az még túl sok örömet nem okozol. Tudod, miből lesznek az örömök? Az eredményekből. És nem a verseny eredményekből. Nem, nem. Hanem a közös eredményekből. Amikor közösen tudunk eredményeket létrehozni. Na abból lesz az igazi öröm. Sokkal nagyobb öröm, mint a személyes öröm. Értitek? Amikor közösen örülnek ugyanazért az eredményért emberek, sokkal nagyobb örömet okoz, mint mikor csak te örülsz. No, hát, gondolkodj. És ha találsz jobbat nálunk, menj oda. Oké, nyugodtan, nem fogsz találni. Találhatsz csak rosszabbakat. Érted? Lehet, hogy most nem voltam szimpatikus, amiket mondtam, mert talált
azoknál, akiknél nem találtam, szimpatikus volt. Ha nem voltam kellően szimpatikus, akkor megmondom neked őszintén, elnézésedet kérem. Oké? Ha ezért megsértődtél, elnézésedet kérem. De el kellene azon gondolkodnod, hogy találd azt, amit mondtam. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszadom szót a házigazdáimnak, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendhagyó előadást. Ha hiszitek, hanem életem egyik legjobb döntéseként könyveltem el, hogy 10 évvel ezelőtt csatlakoztam a PPH-hoz. És miért is? Kicsit visszatérnék az Opusta-szeri mogyra, ugye oda elmentünk sokan, és körbenéztünk, hogy milyen előadások is vannak. Sok mindenről beszéltek, mondtak sok okosságot, módszereket senki nem adott arra, hogy hogy kéne a jövőben nekünk egyszerű embereknek együttműködni, és egy másfajta életet kialakítani itt a, akár a mi kis országunkban, vagy esetleg jobban szétterjesztve a tudást az egész föld bolygón, mert bármilyen hihetetlen, a Szedlacsik Miklós az azt célozta meg, hogy a bolygónak a menetét megfordítani vissza a jó irányba, a rossz irányba. Mi ebben a probléma? Eléggé formabontó, és az emberek azt hiszik, hogy ez nem elég fontos. Pedig ez nagyon fontos. És még azt is hiszik, hogy hát nincs rá időm, túl sok ez nekem. Kicsit úgy látom, hogy gyávák is egyébként, mert még azt se tudják megtenni, hogy otthon ülve befizessék a tandíjat és elkezdjék hallgatni az előadásokat, pedig az aztán igazán nem nagy valami. Ugye a képzéseknek az ára első hónapban 19.700 forint, második hónaptól 12.500, ez azt hiszem, hogy 5 éve nem változott, ugye? Hát azóta mekkora infláció volt, óriási. Szóval itt a lehetőség, és mindenki, aki nézi az előadását, nézem, hogy már 20.000 követő van a YouTube-os oldalon, meg még azokon kívül is több 10.000-en nézik az eladásokat, és vakaróznak, ahelyett, hogy elkezdenék nézni, tanulni ezeket a tudásokat, amiket a mester átad, mert igenis az összefogáshoz tudni kell nekünk egymással együtt működni, ugye a férje feleséggel, meg a másik emberrel, megtanulni beszélni, nem ingerültem, hanem barátságosan, és ezt itt mind meg lehet tanulni a Szedlacsik Miklós módszereivel. Igaz, Ibolya? Ez így van. Igen, most nekem az jutott eszembe, hogy hát, hogy mikor lesz egyszerűbb ez az élet, amiben most itt élünk valóban. Hát ám erre a világ halad szerintem soha, de megtanulhatod jobban kezelni. Hiszen amikor a Föld nevű bolygóra születtünk, akkor egy életre szóló iskolába iratkoztunk be. Nem tudom, ezen elgondolkoztatok-e már. Hisz a tanítás addig tart, ameddig mondjuk úgy, hogy lélegzünk. Mi már 10 éve, hogy megtaláltuk azt az iskolát, amelyikben még lélegzünk, itt tanulunk. Tanulunk és fejlődünk. És itt találtam meg azt a mestert, Szedlacsik Miklóst, aki olyan tudást egyben hétköznapjainkban használható módszereket ad át nekünk, ami által sokkal jobban tudom kezelni az életemet. Tehát a tanítások által folyamatos felismerések születnek, és ezek által tudok egyre jobb emberré válni. Ahhoz jó, hogy jobban, ahhoz, hogy jobban legyünk, és jelenben jobb lépéseket tegyünk fel, már ha a jelenben tudsz lenni egyébként. Fel kell ismernünk a félelmeinket, a gátjainkat, a mintázatokat, és megtanulni kézben tartani őket. És nagyon sokszor van, amikor tényleg itt ajánljuk embereknek, akkor szoktam mondani, hogy légy őszinte magadhoz, és gondolkozz el azon, hogy mi az, amit most probléma az életedben, és valóban őszintén átgondolod, akkor rá fogsz jönni, hogy vannak megoldandó feladatok. Csak tényleg légy őszinte magadhoz, és ne félj szembenézni a hibáiddal. Mert addig, amíg tényleg nem foglalkozunk a
hibáinkkal, vagy tényleg, hogyha van valami probléma az életedben, és nem nézel utána, hogy az miért is lett, mert minden probléma, ami van az életünkben, feladat, az, higgyétek el, belőlünk indul ki, bármennyire is rosszul esik, de ez így van. És hogyan csináljuk azt, hogy egyre jobb életünk legyen? Hát úgy, hogy egy folyamatos bővítés alatt van a tudástárunk. Tudjátok, nagyon jó ebben a világban egy olyan tudástárra járni, mint akik itt vagyunk, PPH-sok, ami tudást kapunk a mesterünktől. Mert tényleg szó szerint azt tudom mondani, hogyha van egy probléma, hogy jön egy feladat az életünkben, akkor mi fellapozzuk ezt a tudástárat, mert itt van ez a 10 életterület, és valóban, hogyha ezeket nem tudod működtetni, akkor nem fogunk boldogulni a világban. És nekünk ez a 10 életterülethez megvan a tudástárunk. És ezen a 10 életterületen, képzeljétek el, még van 26 nagy témakör, ami mind az élet és az ember ismeret működéséről szól. És ezért ez nagyon fontos, mint amit most beszélt a mesterünk is, hogy ha nem ismered az ember és az élet működését, nem ismered nem a lélek működését, az elmét, akkor nem fogsz tudni valóban egy boldog emberré válni. Nem tudjuk meg, mi az, hogy együttműködés. És tényleg valóban nekünk itt a... Én is azt hittem, hogy mert kereskedelemben dolgoztam, volt sok munkatársam, hogy én nagyon jól tudok együttműködni. Ó, itt nagyon kiderült az, hogy még nagyon sokat kell ahhoz fejlődni és tanulni, hogy együttműködjünk, de hál' Istennek mi abban az irányba vagyunk, mert itt ezt gyakorolhatjuk. Itt minden tudás megvan hozzá, mindent megkapunk ahhoz, hogy valóban együttműködjünk. És másik pedig az, hogy egy olyan célunk van, ami most a világban leges-leges legfontosabb, az, hogy tényleg elhozzuk a szeretett kort, és ezt senki más nem fogja megcsinálni, csak mi emberek. Senki más nem fogja. Tehát itt minden, és az a jó benne, hogy itt minden szerdán, minden vasárnap bővítjük a tudástárunkat a képzések által. És ez mindig így van. Itt nincsen nyári szünet, nincs téli szünet, szerdánként 6 órától, 18 órától, és vasárnap 16:30-tól, és az a jó, hogy bárhol vagy a világon, itt mindenhol el tudod érni. Ha esetleg éppen nem tudod hallgatni akkor, tanulóként már, élőben, akkor ezt vissza tudod hallgatni felvételről. Jegyzetek vannak, tehát nagyon-nagyon jól össze van rakva ez az egész rendszer egyébként. Mindenre gondolt a mesterünk, hogy ez a tudás eljusson hozzánk. Úgyhogy én ezt ajánlom neked, hogyha most hallgatsz minket, ez nem véletlen. Ne gondolkozz rajta, és ne húzd az időt, mert az idő ez eltelik. Szoktam az emberek, amikor itt tényleg ajánljuk, hogy jó, hát majd, az a majd soha nem fog eljönni, hidd el. Gondold most végig, hogy sokszor van, amikor van valami, hogy na majd egy hónap múlva ezt meg fog oldódni. Aztán már eltelik egy év, két év, aztán még se oldódik meg a dolog. Persze, hogy nem oldódik meg, mert mi is benne voltunk, rengeteg problémánk volt, mert nem volt hozzá tudásunk. Gondold végig, hogy hol kapsz te az ember és az élet működésére, hol tanítanak minket. Nem tanítják az iskolába, minden tanítanak, csak azt nem, amilyen boldoggá tudunk válni. Vagy tényleg, hogy az emberek együtt működjenek. Nem, azt itt higgyétek el, hogy minden megvan hozzá, és pont az a jó benne, hogy ha te ide jössz tanulni, képzeld el, akkor van egy mentorod, egy segítőd, soha nem vagy egyedül, és ha bármi problémád van, akkor tudsz kérdezni, ez a nem mindegy. Mert mi is nagyon sok képzésen vettünk részt, de vége volt egy képzésnek, hazamentünk, és ott voltunk, hogy nem volt kihez forduljunk, hogyha volt valami nem megértésünk, vagy bármi. De itt ez megvan, úgy van összerakva, hogy van segítőd, itt a csapat, és együttműködünk. És együtt segítjük egymást, együtt fejlődünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne húzz az időt, el tudsz ide jönni személyesen Budapestre az irodába, egyszer meg tudod hallgatni a második részt is, és meglátod, hogy az életed legjobb döntése lesz itt, akik itt ülnek az irodába is. Mindenki bólogat, hogy ez valóban így van. Egyébként, hogy az életük legjobb döntése volt, és már nagyon sokan ezt tudjuk. És én azt mondom, hogy ennél
nemesebb cél, hogy tényleg az emberiségről van szó, a gyerekeink jövője, meg a mi jövőnk is. Tehát anyaként, szülőként vagyunk, és nagyon rossz látni, hogy a fiataloknak nincs céljaik, tehát kóvályognak a világban. Nem látom őket boldognak, nem látom, hogy örülnének dolgoknak. Tehát mi gyerekkorunkban nem volt ilyen, hogy mi unatkozunk, és akkor mondják, hogy unatkoznak. Hogy? Hát mi mindig együtt voltunk, gyerekek, összeverődtünk, mentünk egyik házból a másikba, és játszottunk, és szórakoztattuk egymást. És most mi van? A telefon. Borzadály. Egyszerűen tényleg nagyon rossz. És nem csak a gyerekek már, hanem a felnőttek is, mint ahogy itt mondta a mesterünk, hogy ezt már én is láttam, hogy buszon vagyunk, vagy bárhol mindenki már a felnőtt is a telefon nyomkodja, mint hogy egymásba kötnénk, hogy beszélgetünk. Tehát tényleg nagyon-nagyon rossz. És én ezt hiszem és tudom, hogy ezt vissza lehet fordítani, mert én látom, hogy itt nálunk ez a közösség ezen tevékenykedik. A mesterünk mindent megad hozzá, hogy tudást, hogy ezt minél hamarabb elérjük, úgyhogy gyere és kezd el te is a fejlődésed, a tanulást. Ha tetszett, amit láttál és hallottál, keresél egy PPH-s Facebookon, vagy TikTokon, vagy Instagramon, szerintem még azon kívül is máshol is fönn vagyunk, ugye ilyen social médiákban, és segíteni fog neked, hogy lehet elkezdeni a tanulást, hogy kell a weboldalon tájékozódni, és te is tanulóvá tudsz válni. Ugye itt mindenkinek van mentora, akitől kérdezhet, ha valamiben elakad. Ez is egy egyedülálló dolog, hogy a mester nem tartja meg magának a vezetés lehetőségét, hanem vezetőket képez, aki szeretné. Ez mindenkinek a saját választása. Tanulni akar, szervezni akar, vezetni akar. Ő eldönti, és majd meglátjuk, hogy mit lehet kihozni belőle, mennyi idő alatt, meg mennyi akadály van benne, amit ugye ki kell szedni közbe. Hát hozz egy jó döntést most, és kezd el a tanulást. 30 perc szünet fog következni, utána egészségteremtő 5 coach képzésünk lesz. Hát mindenkinek jó döntést kívánok addig is. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!